Az Európai Uniós fejlesztésekről, az ehhez kapcsolódó pályázatokról és a megvalósult beruházásokról is beszéltek péntek délután a Mária Pócsi Fórumon. A rendezvény kiemelt vendége Vitályos Eszter, Európai Uniós fejlesztésekért felelős államtitkár volt, aki elmondta, a zöldipari innovációs fejlesztések és az önkormányzati kapacitás fejlesztő beruházások voltak a legnépszerűbbek. 2014-20-as időszakra a kormánynak volt egy olyan nagyon, hogy is mondjam, ösztönző célkitűzése, hogy az összes uniós forrást meg kell hirdetni ebben az évben, március 31-ig. Ez az intézményrendszernek sikerült is, több mint 540 pályázati kiírást tettünk közzé, több mint 9500 milliárd forint összegben. Az is egy ilyen célkitűzés volt, hogy az összes operatív programunk tekintetében, amiből 10 darab van egyébként ebben az új időszakban, ami a jelenlegi 7 évet illeti, hogy a kötelezettségvállalási szint év végére el kell, hogy érje a 85%-ot. Úgyhogy ennek érdekében dolgozunk most, az összes irányítóhatóság olyan ütemben írta ki a pályázatokat, és úgy köti a szerződéseket, hogy ezt a kötelezettségvállalási szintet el tudjuk kérni. Most körülbelül úgy a 80%-nál tartunk, hogyha az országos átlagot kell nézni. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó arány, hiszen minél több uniós forrás érkezik az országba, annál inkább elő tudjuk segíteni azt, hogy munkahelyek létesüljenek és a gazdaságfejlesztés megvalósulhasson. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye több szempontból is hátrányos helyzetű térségnek számít, ez pedig a terület és településfejlesztési operatív programok keretében elbírált pályázatoknál kiemelt fontosságú. Nyilvánvalóan a hátrányos helyzetű adottság az Európai Uniós pályázatoknál az pluszpontokat ér, különben amikor a kormány döntött arról, hogy egy-egy megye milyen lehetőséget kap a területfejlesztési operatív programban, akkor a minél alacsonyabb fejlettség az több pénzt jelentett. Ilyen formán kapott Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 91 néhány milliárd forintos lehetőséget, mármint ami a területfejlesztési operatív programot illeti. Tehát az Európai Uniós irányelvnek eleget teszünk, hogy próbáljuk a hátrányos helyzetű térségeket a központi régió fejlettségi szintjére hozni. Az egyik legnagyobb ütemben Mária Pócs fejlődik, hangzott el a rendezvényen. A településnek már volt lehetősége toppos forrásból fejleszteni, és jelenleg is van olyan pályázatuk, amelyik elbírálásra vár. Mária Pócs a top pályázatokon belül kapott egy 250 milliós beruházást. A második János pápa térnek a rendbetétele, azért mondom, hogy rendbetétele, mert a pápi látogatás óta ott semmi nem történt. A környezetet pihenőparkkal látjuk el, szociális épülettel, ami nagyon fontos, mert oda érkezik a tömeg. Búcsúba 30 ezer ember érkezik, eddig általatlan állapotok voltak, ezt rendbe tesszük, illetve azt az utat tesszük rendbe, amíg felkísér bennünket a főtérre. Tehát gyakorlatilag ez a hívők és az zarándokok kiszolgálása történik ebből a pénzből. Ami nagy örömünk, a római kis templomnak a felújítása február végén megvan, ez közel 100 milliós projekt, illetve a horgásztó, ami egy nagyon szép környezetben levő tó, ott egy kisebb 20 milliós beruházás, és amire várunk, az energetikai beruházásoknak az elbírálása. A polgármester az iskolát és az óvodát is fejleszteni, valamint befejezni a főtér felújítását. Hozzátette, az 50 fokos gyógyvíz sincs maximálisan kihasználva Mária Pócson, ezért lenne még helye toppos támogatásnak a városban. Fontos az egyházak és a civil szervezetek működése is, nem csak a településnek, az egész országnak. Azt kell figyelembe helyezni, hogy több lábon kell, hogy álljon, és a civilek, illetve az egyházak pont egy ilyen lábai ennek a társadalomnak, vagy akár mondhatjuk úgy, hogy Magyarországnak, mint nemzetnek. Tehát nagyon fontos, hogy ők erősek legyenek, és ők végig tudják vinni azokat a feladatokat, amelyeket egyrészt vállalnak, másrészt meg amelyik rájuk van delegálva. És ezt természetesen mindenképpen biztosítani kell olyan forrásokat is, amelyekkel ők végre tudják hajtani azt a közösség formáló, közösségépítő tervüket, illetve küldetésüket, nyugodtan mondhatjuk ezt a szót, amelyel aztán ők adott közösségnek, adott településnek, itt jelesül például Mária Pócs városnak is tudnak segítségül lenni. A Civil Információs Centrum által szervezett fórumot a városnappal egybekötve tartották, ugyanis 24 éve, hogy december 1-én Mária Pócs ismét város lett.